A homlokzat szigetelésével folytatódik a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium rekonstrukciója. A nagymúltú intézmény teljes felújításon esik át. Ennek utolsó fázisában csaknem 700 millió forintot fordítanak az épület külsejének rendbetételére és modernizálására. A Zrínyi Miklós gimnázium hátsó udvarán állunk. Innen jól látszik, hogy vannak olyan épületrészek, amelyek már teljesen megújultak, a többinél pedig zajlanak a munkálatok. Hogy egészen pontosan mekkora beruházásról van szó, azt már Kajári Attilától kérdezem, az zalaegerszegi tankület igazgatójától. Jó napot kívánok! Mit kell tudnunk ezekről a munkálatokról? Ezek a munkálatok már több fázisban indultak. Mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszakban a tetővel kezdtük. Ugye minden épületet úgy szerszük felújítani először a tetőnél, hogy további beárazások, stb. Ne legyenek. Ezért ezt az elmúlt időszakban már tavaly évben elkészült. A tetőberuházás után pedig a Klebersberg központ támogatásával két intézményünket érintőlegesen egy KEOP energetikai beruházás vette kezdetét. Az ötös iskolában már a beruházás az teljes mértékben megvalósult, és az egy az egyben már átadásra került. És most pedig itt vagyunk az Zrínyi gimnáziumban, ahol gyakorlatilag egy külső energetikai megújulás, egy belső fűtésrekonstrukció, ablakcsere, illetőleg napelemet fogunk tenni az épületre. Itt lehet is látni mögöttem, hogy már a tornatermi rész az már gyakorlatilag elkészült, hamarosan napelemek is felhelyezésre kerülnek. A mögöttem lévő épületben már az ablakok kicserélésre kerültek, és most zajlik a külső szigetelése az intézménynek. Fontos itt elmondani, hogy ez egy helyi védettség alatt álló műemléki környezetben lévő épület, hogy nagyon komoly munkálatok zajlanak olyan szempontból, hogy a tervezéstől kezdve a kivitelezőknek voltak olyan műszaki problémák, amiket meg kell oldani, illetőleg a különböző szakhatóságok engedélyt kellett kérni ehhez. Egyébként is kicsit elhúzódik ez az építkezés, de bízok abban, hogy az ősz folyamán ez teljes mértékben lezajlik és befejeződik. Bízok abban, hogy a következő szakaszokban, mert lesz még két ütemene a beruházásnak, azok is hamarosan el fognak tudni indulni. A műemléki védettség a költségekre is rányomja a bélyegét, jól gondolom? Igen, jól gondolja. Ez a KEOP-os beruházás 677 millió forintba kerül, ami azt gondolom egy nagy összeg, viszont bízok abban, hogy a megye legjobb gimnáziuma így kívül is meg tud újni, nem csak szakmailag az eredmények tükrében, hanem azt gondolom kívül is, és egy jó környezetben tanulni gyerekének azt gondolom kiváló. Gőzerővel dolgoznak a szakemberek, hogyha az időjárás engedi, akkor ugye kint tudnak dolgozni. Ettől függetlenül várhatóan szeptemberre nem fog elkészülni. Mennyire fogja zavarni ez a munkálat majd a tanítást? Most azon vagyunk, hogy azokat a részeket, amit a gyerekek használnak, azokat még a nyár folyamán meg tudjuk csinálni, hogy minimális mértékben fogja zavarni a gyermekeket. De az elmúlt tanévben is már folyamatosan úgy csináltuk, hogy a gyerekeket tudjanak tanulni, és a szakmai munkát ezt nem befolyásolja. Ha megnézzük az elmúlt tanévnek a szakmai eredményét is, azok is azt tükrözik, hogy emellett tudtak a gyerekek tanulni. Igazgatónak nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, tehát folyamatosan zajlanak a munkálatok itt a Zrínyi Miklós gimnázium külsején. Várhatóan az idei esztendőben már egy nagyon-nagyon szép intézményt vehetnek birtokba a gyerekek.